Az Európa Liga második selejtezőkörének első mérkőzését jövő csütörtökön játssza a Videoton FC a Slovan Bratislava vendégeként. A Székesfehérvári Egyesület valamivel több mint 1000 belépőt kapott a találkozóra, ezek értékesítése már megkezdődött Székesfehérváron. Fontos információ a Videoton szurkolói számára, hogy a pozsonyi találkozóra szóló belépő megvásárlásához úti okmányaik is szükségesek. Meg kell hozzáadni az úti okmánynak a számát, illetve az utazónak a nevét. Ezt természetesen nem feltétlenül fogják ellenőrizni, de ellenőrizhetik a beléptetésnél. Alapvetően ez egy háromszintű beléptetés lesz, már az első beléptetésnél szükség lesz a jegyre, tehát nem javasolom, hogy olyasmit megbeszéljenek a szurkolók, hogyha egymásnak megvették esetleg a jegyeket, hogy találkozunk akkor a stadion bejáratánál, mert lehet, hogy odáig se jutnak el, tehát inkább itt már Magyarországon fogja meg mindenki a jegyét és menjen azzal. A szurkolók arra is számíthatnak, hogy a jegyek ellenőrzése mellett teljes ruházatukat átvizsgálják majd a stadionba belépéskor. A találkozót egyébként a Pasenki stadionban rendezik, a Videoton FC küldöttsége már megtekintette a helyszínt. Azt tudni kell, hogy ez nem a szlovánnak a stadionja, ugye nekik van egy stadionjuk, amit éppen modernizálnak, ami felújítás alatt áll, tehát ők egy régi stadionba mennek. Egy teljesen normális állapotban lévő stadion, nem túl modern, tehát inkább egy hagyományos futópályával körülölelve. A vidi szurkolók viszont egy egész jó helyről nézhetik a meccset. Nagyságrendileg, mint nálunk az I-szektor itt a vállam fölött, oda esik a vendégszektor. Várkonyi Ádám kérdésünkre elmondta, a valamivel több mint 1000 jegy fele már elkelt, így érdemes sietniük a vásárlással azoknak, akik szeretnének ott lenni a vidi pozsonyi találkozóján. Jegyeket a vidi shopban, illetve a Sóstói stadion főpénztárában válthatnak a szurkolók.